Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat egy újabb egészségügyi adásban. Az első kérdésem önök számára az lenne, hogy hallottak már a metabolikus szindrómáról? Ez a betegség vagy szindróma az Amerikai Egyesült Államok populációjának 30%-át teszi ki, és nem egy pozitív dolog ez, nem egy pozitív statisztika. Feltehetik a kérdést, hogy miért az Amerikai Egyesült Államokról beszélek. Hát lehet, hogy távolnak tűnik ennek a helynek az elhelyezkedése Romániától, de amit észrevehetünk az az, hogy bizonyos szokások, amiket ott életben tartanak, azok átkezdenek jönni hozzánk is. És ez különböző negatív hatásokkal lehet az életünkre nézve is, és az egészségünkre nézve. Ma Lukácsú Ábel gyógytornász a vendégem, és a metabolikus szindrómáról fogunk ma együtt beszélgetni, felfedezni azt, hogy mik a tünetei ennek a szindrómának, miért alakul ki, hogyan lehet ezt meggyógyítani, hogyan lehet visszaszorítani, vagy akár visszafejleszteni ezt a betegséget, és megelőzni egy bizonyos esetekben. Köszöntelek Ábel a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma erre a beszélgetésre. Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm, hogy lehetőség adott itt lenni. Szeretnék néhány bevezető kérdést feltenni neked. Két kérdés erejéig. Szeretném, hogyha elmondanád azt, hogy egy kinetoterapeuta mivel foglalkozik, egy gyógytornász mivel foglalkozik, hogy átlássuk, hogy te hogyan, milyen szemszögből világítod meg ezt a szindrómát. A múltban volt már egy felvételünk, ami a gyógytorna alapelveiről szólt. Így visszakapcsolnák ennek a két kérdésnek az erejéig erre a beszélgetésre, hogy úgy tisztázzuk a fogalmakat, és utána rátérhetünk maga a szindrómáról a beszélgetésben. Tehát elsősorban az lenne a kérdésem, hogy milyen betegségeket kezelnek a gyógytornászok? Gyógytornászként, ha már maga az elnevezést vesszük, a gyógytorna, akkor ebből megtudjuk, hogy a tornát, a gyakorlatokat használjuk bizonyos betegségek kezelésére. Na most ezek a betegségek nagyon, nagyon összetettek, nagyon széles ágban elhelyezkednek. Lehet itt szó neurológiai esetekről, ami azt jelenti, hogy agyvérzések, gerincvelő sérülések, lehet szó ortopédiai esetekről, törések, vagy bizonyos porckopások, lehet szó reumatológiai esetekről, bizonyos izületek gyulladásairól. Nagyon-nagyon sok mindent kezelünk, szívrendszer, légzőrendszer, emésztőrendszer. Érdekes módon akár az emésztőrendszert is segítjük, kezeljük, úgymond, az emésztőrendszer problémáit. És így mondhatjuk, hogy nagyon, de nagyon sok betegség van, amit kezelni lehet és segíteni lehet ezeken a gyógytorna segítségével. Hogyan kezelnek bizonyos betegségeket a gyógytornászok? Mindig személyre szabottan. Szóval mindig, mikor jön a páciens hozzánk, nem veszük számításba egyből azt, hogy na most ez a betegsége, ez a diagnosztizálása, és kész, most ez szerint kell csinálni, hanem elsősorban van egy ilyen elsődleges elemzés. Megnézzük, hogy milyen állapotban van a páciens, hány éves a páciens, a neme, az életstílusa, mit eszik, honnan származik, mit dolgozik, meg bizonyos esetekben a gyerekkoráról is kérdezünk, mert nagyon sok minden befolyásolja az egészségünket, befolyásolja az életvitelünket, és maga a gondolkodásunkat is, és ez is nagyon sokat számít, szóval a gyógytornának a pszichológiai része is, az a tér is fontos és hasznos azt is számba venni, azért, hogy egy megfelelő jó funkcionális programot tudjunk előállítani, ami igazán segít nekik javulni és meggyógyítani őket. Elmondható az, hogy a metabolikus szindróma is egy olyan betegség, amit a gyógytornászok próbálnak meggyógyítani?
Igen. A metabolikus szindrómában olyan tünetek, vagy olyan betegségek vannak, amik az előbb megemlített kategóriákba esnek, vagyis a szív- és érrendszer, az endokrinológiai, a diszlipidémiás problémák, ezek mind olyan dolgok, amik függnek a mozgástól. Szóval olyan betegségek, amiknek az értékét módosítja a mozgás, módosítja a bizonyos kiírt vagy előírt program. És ezért nagyon is ide talál a gyógytorna részre a diszlipidémiás, vagyis a metabolikus szindróma is. Elmondható az, hogy tehát ez a szindróma több betegségnek az összetett hatása, vagy egy betegség ez? A tudósok, az orvosok úgy tartják, hogy egy egyén esetében akkor nevezhető metabolikus szindrómának, vagyis akkor lehet diagnosztizálni valakit metabolikus szindrómával, hogyha legalább három betegség jelen van. Nos, ezek a betegségek a következőek: diszlipidémia, a HDL koleszterin szint alacsony értéke, magas vérnyomás, cukorbetegség, meg több minden van ezek mellett, de ha legalább három ezek közül jelen van valakinél, akkor már lehet azt a diagnosztikust kiírni, hogy metabolikus szindrómában szenved. Hogyan alakul ki ez a szindróma? Hát leginkább étkezés és életvitel. Mondjam úgy, hogy a stressz nagyon, nagyon befolyásolja ezeket az értékeket. Lényegében amire oda kell figyelni a metabolikus szindrómánál, azok a labori vizsgálatok eredményei. Szóval vesszük a vérképet, vesszük a trigliceride szintet, vesszük a koleszterin szintet, mind a hármat, vesszük a vérnyomást, a vércukrot, és ezeket mind megnézzük, és mindegyiket befolyásolja elsősorban az étkezésünk, a stressz, a munkahelyünk, itt most arra gondolok, hogy mennyit mozgunk, mennyit ülünk, mennyit állunk, és az életvitelünk, hogy na, sajnos legtöbben hazamennek tévé elé, komputer elé, nem nagyon mozognak, és nagyon sokat szenvedünk emiatt, ez a modern ember problémája, betegsége, hogy minden nagyon, mondjam úgy, átvette a technológia az ember szerepét, és egyrészt ez egy ilyen kétélű kard, mert hogy azt akarják, hogy segítsenek az embereken azáltal, hogy a robotok meg a technológia átveszi az ők munkájukat, másrészt pedig rosszat is csinálnak azzal, hogy az emberek nem pótolják azt a mozgást, amit azelőtt tettek. Így hát azt kell mondjam, hogy leginkább életstílus és étkezés. Ezek befolyásolják, és ezek előre segítik, ha hanyagolva vannak, akkor ezek előre segítik a metabolikus szindrómának megjelenését. Meg tudnád magyarázni, hogy mik ezek a tünetek, mit jelentenek, amik a metabolikus szindrómát ki tudják alakítani, vagy betegségek, amik összhatásban ezt a szindrómát kialakítják? Nagyon sokan azt veszik észre magukon, hogy megterheltek, hogy nagyon hamar fáradnak, gyengék olyan szempontból, hogy emelni, lökni, meg fizikai munkát nem nagyon tudnak végezni, meg ha legalább, ugye, ahogy említettem, ha legalább három vagy még több ezek a betegségek közül jelen van, akkor az idegrendszert is befolyásolják, különösképpen a vércukor szintek, magas vércukor szint, ugyanúgy a magas vérnyomás is, és a legnagyobb probléma az, hogyha hanyagoljuk ezeket, és nem vesszük észre időben, akkor más betegségekhez is vezetnek. Például a magas vérnyomás, azt lehet kezelni, azzal nagyon sokan élnek,
És az orvosok is megállapították, hogy egy 140/90-es vérnyomás bizonyos személyeknél, nem bárkinél, de vannak, akiknek ez normális lehet. Vannak, akik annyira hozzászoktak, és annyira módosult a szervezetük, hogy ezt bírják. Az erek is, meg minden. Viszont ha összetesszük például a rossz koleszterin szinteket, a magas koleszterin szinteket a magas vérnyomással, akkor már előállhat egy agyvérzés például, vagy egy stroke, vagy mármint infarktusra gondoltam, bocsánat. Ilyen esetekben mondhatjuk azt, hogy ilyen komorbiditást okoznak. Például áttérve a vércukorra, a diabéteszre, ha nem figyelünk rá, és ha hanyagoljuk, az akár amputálással is járhat, szóval végtagok amputálásával. Ezért nagyon, nagyon bonyolult és nagyon összetett dolgok ezek, és mármint az eredményük, és ha hanyagolva vannak, akkor olyan stádiumban juttatják el az embert, ahonnan már nem tud visszatérni a normálishoz, mármint ahhoz, ami volt valamikor, ami kéne legyen, ami egészséges. A testsúly az lehet egy jele ennek a betegségnek? Igen. Akár a nagyobb, a túlsúly. Több tudomány is, több kísérlet is bizonyította azt, hogy a túlsúlyos emberek, páciensek hajlamosabbak kifejleszteni ezeket a betegségeket. És minket is így tanítottak az egyetemen, hogy a legtöbb betegségnek az oka elsősorban a stressz, dohányzás, és aztán a túlsúly. Mivel hogy a harmadik helyen van a túlsúly, elég fontos és elég gyakori oka ennek a metabolikus szindrómának, és sajnos nehéz, sok embernek nagyon nehéz lefogyni, nagyon nehéz egy normális testsúlyt fenntartani, és azt is meg kell említeni, ha már a túlsúlyról beszélünk, hogy génekről, szervezettől is függ, mert konkrét példa a családomban történt meg, közeli rokonokkal, hogy egyik túlsúlyban szenved, szóval elég nagy súllyal, a másik rokonom pedig vékony, normális, mondjuk úgy, hogy normális testsúlya van, és az érdekes az, hogy az, amelyik testsúlyban szenved, annak a koleszterin szintje normális volt, vagy nagyon közel a normálishoz, egy kicsivel magasabb, és az, aki normális testsúlyjal rendelkezett, annak mondjuk úgy az egekben volt a koleszterin szintje. És mondhatjuk, hogy vannak kivételek. Viszont a tények azok, hogy a túlsúly az mindenképp hajlamosabbá tesz ezekre a betegségekre. Tehát csak kivételek esetében jelenhet az meg, hogy egy normális testsúlyú ember jelentkezzen ilyen tünetekkel, amik a metabolikus szindrómára adjanak jelt? Mondhatjuk úgy is, hogy kivételes esetekben, de leginkább hajlamtól függ, mármint öröklött uh-huh. hajlamoktól. Szóval, ahogy említettem az elején, egy gyógytornász mindig kell egy elemzést végezzen egy páciensről, olyankor megkérdezzük azt is, hogy volt-e már a családban ilyen meg ilyen betegségre példa. És az nagyon sokat számít, szóval nem muszáj elsőfokú rokon legyen, úgy értem, hogy szülők, hanem akár ha nagyszülőknél volt olyan, hogy rákban halt meg, volt olyan, hogy agyvérzésben halt meg, vagy vércukorral volt probléma, az nagy a valószínűsége, hogy a második generáció is, szóval úgymond az unoka is örökli ezeket. És még egy dolog, ami minket fenyeget, mondjam úgy a modern embereket, ebben a világban, amiben élünk, és ahogy az elején is mondtad, hogy az Amerikából jövő szokások azok már egyre gyakoriabbak és egyre természetesebbek nálunk is, ezek
még jobban fejlesztik ezeket a betegségeket. Úgy értem itt most a kifinomított ételek, a cukrok, meg ezek sajnos nagyon rossz hatással vannak ránk, és ha megfigyeljük azt, hogy régebb, nagyon sokan azt mondják, hogy hát, mondjuk úgy Józsi bácsi ment kaszálni, és vitte a szalonnát, a húst, a kenyeret magával, és 90 évig élt. Jó, ezzel nincs semmi probléma, viszont azt is számításba kell venni, hogy Józsi bácsi ne evett Snickers, nem evett egy csomó csokoládét, meg ilyen édes műzliket reggel. Szóval nagyon befolyásolják, és vannak bizonyító tények arra, hogy a szervezetünknek abszolút semmilyen külső cukorbevételre nincs szüksége. Mert ő fiziológiai szempontból vannak ilyen folyamatok, ami által a cukrot, amit beviszünk, édességek, vagy akár a gyümölcsökből is, ő a cukrot, ami fölösleg, azt átváltja zsírrá, és majd, amikor szüksége lesz, a zsírból csinál megint glukózt, vagyis energiát, és azt használja fel. Szóval mi egyáltalán semmiféle cukrot nem igénylünk kívülről. Mert a szervezetünk a zsírból, meg amit a szénhidrátból, amit beadagolunk, abból ő tud magának olyan cukrot, olyan glukózt csinálni, amire szüksége van. Ezt csak így zárójelként megemlítettem. De visszatérve, nagyon-nagyon sok problémát okoz a cukorbevétel, és sajnos annyira meg vagyunk szokva vele, hogy ilyen elvonási tüneteink vannak, hogyha abba hagyjuk. Mert annyira megszoktuk ezt az egészet, és másrészt pedig ugyanúgy a tejtermékekkel is. Annyira természetesnek, annyira normálisnak, és ahogy a média reklámozza, hogy annyira jó és hasznosnak tűnik, hogy egyszerűen meg vagyunk szokva is, és hát nem lehet anélkül. Másrészt pedig ez az elrejtett, úgymond elrejtett ördög, elrejtett gyilkos, amit sokan nem ismernek. És így nagyon-nagyon könnyen azok, akiknek nincs hajlamuk rá, fejlesztenek hajlamot, és talán a gyerekeik, unokáik ezt nagyon-nagyon meg fogják érezni. Említetted azt is, hogy a mai munkatípusok nem igazán igényelnek sok fizikai munkát, és nem pótoljuk azt, amit régebben a munkából, a fizikai mozgást nem pótoljuk, amit régebben munkával kitettek, tehát hogy nem kellett külön edzőteremben járjanak és külön dolgozzanak is. De hogyha megfigyeljük az életstílusunkat, akkor a karrierista életmód, ami akár az Egyesült Államokban egy eléggé erős szokás, vagy egy életpálya, az ide is kezd átjönni, és nemhogy nem pótoljuk, hanem nincs amikor, mert hogy arra fókuszálunk, hogy dolgozzunk, és jussunk fel a ranglétrán minél nagyobb szintre. Úgyhogy a sport az szépen ilyenkor kiesik a képből, és így az étkezésünk is megváltozik, lehet, mert nincs időnk főzni, éttermekben eszünk, ez még a jobbik eset, de a rosszabbik az, amikor gyors éttermekből vásárolunk magunknak ételt, mert nem teszünk nagy hangsúlyt arra, hogy egészséges életet éljünk. Na de még egy kérdésem lenne a túlsúllyal kapcsolatosan, és visszatérve ide. Egy ember mikortól számít túlsúlyosnak? Tehát hogyan lehet ezt meghatározni? Ez is egy érdekes kérdés, mivel hogy bizonyos kutatások azt mondják, hogy a férfiaknál például a normális testsúlyt jelképezi a magasságnak az 1 méter fölötti centi száma. Na most ezt lehet bonyolultan mondtam. A lényeg az, hogy nagyon sokan ismerik ezt a számítást, hogy megméretkeznek, hogy a magasságot megmérik, és minden, ami 1 méter fölött van, tegyük fel valaki 1 méter 80 centi, és a statisztikák azt mondják, hogy az a normális annak a személynek, hogyha 80 kilót megtartja. A nőknél ez szokott változni, és úgy számítják, hogy ugyanaz az 1 méter fölötti szám,
plusz-minusz 5 kiló. Viszont ez egy csaló számítás tud lenni, mivel hogy vannak, akiknek az izomzata fejlettebb. Tegyük fel, hogy van zsír is, és nem látszik annyira az izomzat, de tegyük fel, annyi zsír van, hogy épp, hogy eltakarja, de nem annyi, hogy veszélyes, hogy egészségtelen legyen. És akkor az izomzat miatt kijön, tegyük fel, egy 1 méter 80 centis embernek, aki terembe jár, meg edzőterembe, hogy na, izmosabb, kijön, hogy 95 kilós. És akkor van ez a testtömegindex mérés, ami a magasságot és a testsúlyt veszi számításba, és csinálnak ezt szerint egy számot, ami 18 és 25 között normális. Ez csaló lehet, mivel hogy egy ilyen személynél, aki úgymond kigyúrt, szóval izmos, kijön, hogy 28-as a testtömegindexe, vagy akár 30. Ez például az én esetemben is megtörtént. És akkor az ember elcsügget, hogy fú, hát ez nem jó, le kell fogyjak. Ilyenkor nagyon jó és javasolt, hogy használjunk, vagy ha nincs sajátunk, menjünk el bizonyos központokba, ahol mérik, több mérést csinálnak, szóval a magasság, testsúly, izomzat, zsírtömeg, víz, vagy mennyi vizet tartalmaz a szervezet, csont, nem tudom, ha mondtam, csonttömeget, és ezek alapján eldönteni, hogy mennyi a testtömegindex. És ha jól tudom, akkor vannak speciális számítások, amikkel lemérik az ilyen személyeknek a testtömegindexét, számításba véve az izomzatot is. Azért, hogy ne legyen ez a tévedés. Viszont vannak úgymond ilyen sovány kövér emberek is, mondjam úgy. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek, akik látszólag normális testsúlyjal rendelkeznek, viszont az izomzatok nagyon kicsi, nagyon kevés, de sok a zsír. És vannak, sajnos vannak ilyen esetek is, hogy úgy néz ki, hogy normális az ember, de mikor megnézzük ezeket az értékeket, a százalékokat, a zsírtömeg, meg izomzat, meg minden, észrevesszük, hogy ott van egy férfinál 30% zsír, mikor úgy néz ki, hogy a normális a férfiaknál az egy olyan, a normális egészséges az egy olyan 8 és 15 között van százalék. És akkor látjuk, hogy 30%, pedig normális egészségesnek tűnik. Van ilyen is, másrészt pedig vannak olyan esetek is, ahol nagyon kevés a zsír érték, és ott kell adagolni. Kevés az ilyen eset, de volt, találkoztam ilyen pácienssel is, és olyankor mondhatom, hogy sokkal nehezebb megemelni a zsír százalékot, mint lecsökkenteni, mert egy olyan páciens esetében az alapanyagcsere nagyon gyors, és nagyon hamar feldolgozza a zsíradékot, vagy kidobja magából, úgymond. Szóval nagyon jól meg kell mérni ezt is, mert nagyon sokan elcsüggednek, ráállnak a mérlegre, hú, hát na, ez túl sok, kész, én egy kész csőd vagyok, kövér vagyok, senki sem néz rám. Ez sem jó, és nagyon sokan pszichikailag összeesnek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a kiló számít, hanem elsősorban a kinézet, és azután pedig a kilókat számításba veszük, ha tudjuk a többit is. Uh-huh. Ahogy mondtam, csaló lehet a dolog. Na, de mindenképp azért a legtöbb ember esetében látszik, hogyha a zsír az túl sok, és na, olyan nem történik meg, hogy tegyük fel valaki 1 méter 80 centi, és 120 kilós, az csak a profi testépítőknél történik meg, hogy az nem zsír, hanem izom. Szóval, ha valaki 1 méter 80 centi és 120 kilós, akkor tudjuk, hogy a zsírból túl sok van. Szóval, na, vannak ilyen extrémek is. Nagyobb kitérőt tettünk, de ezeknek a dolgoknak a megmagyarázása is fontos, mert hatással lehetnek erre a szindrómára. Úgyhogy ezért tettük ki ezt a kitérőt. De hogyha visszatérünk konkrétan a szindrómára, akkor egy kinetoterapeuta hogy kezelni ezt a betegséget?
és mi az, amiben tud segíteni egy ilyen szakember? Számításba véve azt, hogy a mozgástól függ a szervezetünk nagy része, segíthet a gyógytornász abban, hogy például a vérnyomást lecsökkentse, a vércukorszintet normalizálja, vagy ahogy az elején említettem, egyik összetevője, vagy egyik betegsége ennek a metabolikus szindrómának a HDL koleszterin szint túl alacsony értéke. A HDL koleszterin szint zárójelben legtöbben úgy ismerik, hogy a jó koleszterin szint. Az azt jelenti, hogy az a koleszterin, ami tisztítja a vért, és normális értékekben tartja. Szóval segít megszabadulni a fölöslegtől, segít megszabadulni a rossztól, és az javasolt, hogy minél nagyobb értékben legyen. Most megemlítem azt is, hogy a normális, azt mondják, hogy 40 fölött, a minimum 40 legyen. És a gyógytornával ezeket szoktuk kezelni, például a koleszterin szint problémákat, szóval a diszlipidémiákat, triglicerid, meg koleszterin szintet, olyan gyakorlatokkal, amik intenzívebbek, amik egy kicsit felpörgetik a szívet, azért, mert ez segít elégetni azt a fölösleges koleszterint, és segít az erek rugalmasságában. Nagyon a legnagyobb veszélyt jelképezi az ateroszklerózis, mivel hogy lerakódik az a zsír az erekre, és akkor nagyon hajlamos az ember, akkor agyvérzést, vagy bármilyen érproblémában szenvedni. Ezért próbáljuk egy kicsit felpörgetni a vérkeringést, azért, hogy leszakadjanak azok a lerakodott zsíradékok, és másrészt pedig segíteni, serkenteni a szervezetet, hogy harcoljon azok ellen, hogy tisztítsa ki. És megemlíteném itt megint azt is, hogy ez a munka, ez a tevékenység nem egy olyan dolog, hogy elkezdjük, és akkor egy pontban elkezdjük, a másik pontban befejeztük. A szervezetünk folyamatosan működik, folyamatosan változik, szóval ezt fent kell tartani. Nem egy olyan dolog, hogy kész, ezt megcsináltuk, egyszer elértük, és most már így fog maradni, hanem ez egy folyamatos küszködés. Lehet ezt a betegséget másképpen is kezelni? Igen, és pedig úgy, hogy odafigyelünk az étkezésre. Itt ez egy aranyszabály az, hogy amit eszel, azzal leszel. Nagyon sokat számít az, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, hogyan eszünk, mikor eszünk. Azt fontos megemlíteni, hogy szinte bármelyik betegséget vesszük a metabolikus szindrómából. Itt, ahogy említettük, vérnyomás, cukorszint, meg diszlipidémia, trigliceridek. Bármelyiket vesszük, szinte az egészet lehet normalizálni csupán az étkezéssel. Persze, aláhúzom azt is, hogy a gyógytorna fontos, és nagyon nagy hatással van erre a javítás szempontjából, viszont az étkezés van középpontban ilyen esetben. És ez egyszerű magyarázat, szóval a szervezetünk, vannak bizonyos sejtjeink, milliárdnyi meg milliárdnyi sejtek, amiknek kell a táplálék, kellenek bizonyos makro- meg mikronutriensek. És attól függ, hogy mit és mennyit adunk ezeknek, úgy fognak fejlődni. Vegyünk például egy növényt. Hogyha adunk egy kis vizet, akkor csak annyira fog fejlődni. Nagyon jól látszik egy virágos kertben. Nagyon érdekes ezt is megfigyelni, hogy egy egész kertet beültetnek virággal, és megöntözik ugyanúgy az egészet, de mégis a földben nem ugyanannyit kapnak. És látszik, hogy egyik szép nagy lesz, a másik pedig kisebb marad. Ugyanaz a formája, ugyanaz a színe, de a méret más. Így van velünk is. Attól függ, hogy mit adunk a sejteknek, mennyit adunk, úgy fognak fejlődni, vagy visszamaradni. Ezért az étkezés az nagyon fontos, és azt,
azt kell legelsősorban számba tartani. Léteznek gyógyszeres kezelések is? Igen. Sajnos nagyon sokan ehhez folyamodnak a gyógyszerekhez, mert ez egyszerű, sajnos ilyen lett a kultúra, és szinte bármilyen orvos. Mostanában egyre több van, aki második javaslatként mondja a gyógyszereket, de attól még sokan az első dolog, amit javasolnak, amit mondanak, az a gyógyszer. Szinte meg se kérdezik, hogy mit eszik, mit dolgozik, vagy hogyan él, csak megmondják, hogy né, hát ilyen a vércukor, ilyen a vérkép, hát igen, ez meg ez a gyógyszer, és akkor így ezt felírják nekik, és az ember boldog, mert megvan rá a módszer, megyünk haza is, és ezt követjük. Viszont ott van másrészt az az életmód, az az életstílus, ami teljesen gyógyszermentes, és sokan nem tudják, vagy sokan kényelemből nem teszik meg. Nagyon sok kutatás kimutatta azt is, hogy a természetben az ember mindent megkap, amire szüksége van. És itt most arra gondolok, hogy például a gyermekláncfű, maga a növény, nagyon hasznos a szív és érrendszerre. Betegségek kezelésére, vagy fenntartására, erősítésére. Másrészt pedig a gyömbér nagyon jó, és a kurkuma a gyulladás ellen. Meg így tovább nagyon sok növényt, meg nagyon sok tápanyagot kapunk az természetben, ami segít normalizálni az értékeket. Mennyi időbe telik ezt a betegséget meggyógyítani? Ez személytől függ, és attól is függ, hogy mennyire súlyos vagy krónikus a betegség. Az lehet akár 1 vagy 2 hét, és lehet akár 2 év. Szóval nagyon sokat függ, nagyon sokat tesz az is, hogy mennyire motivált az a személy. Például volt egy eset, egy ismerősöm torokrákban szenvedett, és azt mondták neki, hogy készüljön fel, hogy ez a rák nagyon agresszív, körülbelül 1,5 év, és vége. És akkor ő mondta, hogy oké, megpróbálunk valami mást. Ő azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok húst, nagyon sok ilyen káros ételeket evett, zsírosat, meg húst, meg... És azt mondta, hogy jó, lássuk, hogy mi a természetes, mi a megoldás erre, és vegánul étkezett, és méghozzá nyers vegánul. Ami azt jelenti, hogy semmilyenféle állateredetű terméket nem fogyasztott, és amit csak lehetett, próbált nyersen elfogyasztani. Persze most a hüvelyeseket nem lehet nyersen, de amit lehetett, azt nyersen, és a fokhagyma és a gyömbér az mindennapos volt, és így kibírta 5 évig. Az orvosok csodálkoztak, mikor látták, hogy 5 éve tart ez a diagnózis. Azt mondták, hogy ez lehetetlen, ez szerintem rosszul tették a diagnózist. És meggyőződtek arról, hogy nem volt rosszul téve a diagnózis. Szóval nagyon sokat tesz az, hogy hogyan élünk, mit eszünk, abban, mármint nagyon sokat, nagyon befolyásolja a gyógyulási időt. Az előző munkahelyemen, Mezőméresen, ott nagyon jól látszott ez, aki tényleg motivált volt, és oda tette a csontját, mondjuk úgy, 2 hét alatt, vagy 11 nap alatt, amíg ott volt, elképesztő eredményeket ért el. Volt olyan, hogy 450 trigliceriddel, és lecsökkent 150-re. 10 nap alatt, ami nagyon sok, 140 a normális. És a testsúlyt illetve volt olyan páciensem, tény, hogy kicsit teltebb volt, de 13 kilót adott le magáról 11 nap alatt, szóval több mint 1 kiló naponta. És voltak olyan rekordok is, hogy enyhén túlsúlyos személyek 11 nap alatt 5 kilót adtak le. Vércukorszinttel ugyanúgy volt egy jó példa, eljött hozzánk inzulinnel, szóval inzulindependens, reggel és este.
elment tőlünk inzulin nélkül. Szóval olyan eredményeket lehet elérni 2 hét alatt, hogy hihetetlen. De mégis lehet, ez a jó a metabolikus szindrómában, hogy elég könnyen reagál a szervezet a megfelelő étkezésre, megfelelő mozgásprogramra. És a gyors kezelés, vagy a gyors eredmények elérése, az a jövőben is fenntartható? Igen. Hát, hogyha azt a programot, ami segített minket normalizálni az eredményeket, ha azt a programot és azt az életstílust folytatjuk, akkor ugyanúgy, na, ha például nagyon rosszak voltak az értékeink, és elvégeztünk egy ilyen 2 hetes kúrát, egy 2 hetes programot, ami megemlíteném, az nem csak az étkezést illeti, hanem étkezés, kezelések és mozgásterápia. Nem feltétlenül gyógytorna, de mozgásterápia. Ha ezeket elvégezzük 2 hétig is, közelednek az eredmények a normálishoz, onnan talán még 2 hónapba is telhet, de a 2 hónap szerintem nem sok, ahhoz, hogy normalizálódjanak, és nagyon jó, úgymond szuper értékek legyenek. Szóval ez kevés. Más betegségekben, más páciensek talán 1 év, 2 évig kínlódnak, hogy valami történjen, és meg kell említeni azt is, hogy ne reménykedjen bárki. Sajnos vannak olyan esetek, amikor még 1 fél év sem elég ahhoz, hogy az érték normalizálódjon, még a megfelelő táplálkozással is, de nem szabad a reményt elveszíteni, mert ahogy mondják a mostani kísérletek és statisztikák, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy én a vérnyomásomat talán 180/100-ról lehozzam 120/80-ra, hanem lehúzzam. Ez a cél. Szóval bármennyit is, bármennyi százalékot is csökken, már javul az egészségem. Nem mindegy, hogy 180-nal haladok, a 180-as vérnyomásra haladok előre, és akkor nem tudom mennyi időn belül vége, vagy hogy 150-es vérnyomással még 10 évig élek. Szóval ezt is számításba kell venni, hogy nem mindenkinek fog normalizálódni, mert ahogy mondtam pár perccel ezelőtt, hogy vannak olyan esetek, ahol már a normálishoz nem lehet visszatérni, csak közeledni hozzá. Mi történik, hogyha ezt a betegséget nem kezelik időben? Vagy megfelelően hova vezethet? Olyan megoldásokhoz kell folyamodni, ha hanyagoljuk ezeket hosszú időn át, akkor olyan megoldásokhoz kell folyamodni, ami végleges, és ami nem kívánatos. Ahogy mondtam, a diabétesz esetében amputálás a legrosszabb. Másrészt pedig van ilyen neurológiai zavar, a lábakban leginkább, de a kezekben is megjelenik, ami ugyancsak a vércukor, szóval a diabétesz okozza, hogy úgymond ezek a kis receptorok megkárosulnak, a hő, a termoreceptorok és a mekanoreceptorok, ami azt jelenti, hogy azok az ideg végződések, amik a bőrben vannak, hogy érezzük a meleget, a hideget, vagy a nyomást, azok megkárosulnak, és lehet, hogy banálisnak tűnik, lehet, hogy enyhe dolognak tűnik, de nagyon megbonyolítják az életünket. Olyan szempontból volt olyan páciensem, aki a vércukor miatt, a diabétesz miatt megkárosultak a lábaiban ezek az ideg végződések, és a csempén, a grécián mezitláb kellett járjon, mert nem bízott a papucsban, nem bízott a lábbeliben, mivel hogy nem érezte, nem tudta, hogy mire lép. És még mezitláb se volt a legkényelmesebb, mert akár normális hőmérsékletű volt, ő úgy érezte, hogy jéghideg. Vagy ha például egy kőre lépett, ami sima, vékony kőre, úgy érezte, hogy egy szegbe lép. Mert más, amikor megzavarodik az idegrendszer, meg az a bizonyos ideg, olyan érdekes hatásokat, olyan érdekes érzéseket kelt, ami nagyon megzavarja az élet minőségét. Ezért
Sajnos olyan következményekkel jár, olyan stádiumban juthat az a betegség, ez a metabolikus szindróma, ami nagyon kényelmetlené és kellemetlené teszi az életet. Szerintem nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy milyen sokat számít az életstílus, és milyen sokat számít az, hogy milyen szokásaink vannak. Szerintem senki nem akar ide jutni, de egy olyan világot élünk, amiben a stressz, a helytelen táplálkozás, a sok munka, az ilyen rossz szokások az életünknek a meghatározói. Olyan. És néhány évvel azután, hogy ezeket a szokásokat az életünkben tartjuk, kialakulnak betegségek, és akkor jövünk rá, hogy az a sok év, ami összegyűlt ezeknek a hatására, mi következett abból ki. És nem fogjuk fel, tehát hogy akármennyit is beszélünk róla, akármennyit is hangsúlyozzuk, hogy egészséges életmód, testmozgás, az egészséges ételek, nagyon fontosak. Valahogy mégsem jut el az eszünkig, hogy megértsük ezeket, sajnos. De remélem, hogy ebben az esetben azért jobban tudatosul, vagy akár bármilyen más előadás esetében, mert fontos. És nem szeretnénk olyan embereknek a bőrébe kerülni, akik ilyen esetekbe kerültek, és szenvedniük kellett, és dolgozniuk kellett ahhoz, hogy helyrejöjjenek, és hála az Úrnak, hogy helyrejöttek. De mi van, hogyha nem? Tehát, hogy felelősséget kell vállaljunk arról, amit teszünk az életünkben, arról, hogy milyen szokásokat vállalunk fel, és milyen életstílust élünk. Igen, ezzel kapcsolatosan egy nagyon jó magyarázat, vagy nagyon jó példa, vagy figyelmeztetés lehet az, hogy nem figyelünk oda, de bizonyos szokások, tegyük fel, egy hónap alatt nem csinálnak semmi változást, nem érezzük azt a változást. De évek alatt, ahogy mondtad, összegyűlnek, és sajnos azt nem lehet csak úgy egy-két hét alatt megoldani, mint ahogy van a testsúly. Sokan, tegyük fel, valaki 20 éven keresztül nem csinál semmit ezzel kapcsolatosan, és csak hízik, és csak gyűlnek a kilók, és aztán neki fog egy diétának, és lefogy, tegyük fel 5 kilót, miközben ő 30-at kéne ledobjon, és akkor csodálkozik, hogy hát miért nem fogytam le? És az a helyzet, hogy amit te 20-30 év alatt összegyűjtesz, nem várt, hogy egy hónap alatt lemenjen. Így van gyógytornában is, hogy jönnek a páciensek, és meggörnyedve, szkóliózissal, vagy bizonyos porckopásokkal, és hát, hogy nem tudom, hogy történt ez, pedig minden rendben volt. De az a helyzet, hogy nem vesszük észre azok a kis szokásokat, pozíciókat, amiket felveszünk, amik idővel összegyűlnek, és azután vesszük észre a hatását, mert ugyanúgy erre egy nagyon jó példa, hogy igazán megértsük, hogy miről van szó. Vannak azok a kövek, a sziklák, amikre éveken, vagy évtizedeken, vagy évszázadokon keresztül csak csepeg a víz. Uh-huh. És egy jó kis lyukat ásott oda magába, egy csepp, vagyis na, cseppenként a víz. Ugyanígy van velünk is. Egy egyszerű példa, hogy egyik vállunkon hordjuk mindig a táskát. Jó, most már, hogyha egy fél kilós táskát hordunk, az nem szoroz. De ha például az iskolások esetében több könyv, füzet van benne, egy üveg víz, egy valami, az van, vagy 5 kiló, talán felmegy 5 kilóra, vagy rosszabb esetben még több, és mindig ugyanazon a vállunkon, mindig ugyanazok az izmok feszülnek, és idővel szépen lassan, ahogy formálják a vasat is, úgy szépen hajlik és görbül a mi testünk is, és évek után észrevesszük, hogy hát mi történt, mert én nem ilyen voltam, nem csináltam semmit, pedig csinált minden nap, csak nem vette észre. És ez sajnos, ahogy mondtad, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni és figyelmeztetni az embereket erre. Mert hogy nem egy olyan dolog, hogy egyik napról a másikra látjuk, hanem összegyűl, és egy bizonyos szokásokról nagyon nehéz lemondani, és szükséges lemondani azért, hogy visszanyerjük az egészségünket. Meg lehet-e előzni ezt a betegséget?
Hogyha a megelőzésről beszélünk egy kicsit, akkor lehet, hogy egy gyakorlati tanácsot tudnánk adni a nézőknek és hallgatóknak, hogy hogy ne jussanak ide. Igen, meg lehet előzni, viszont ide nagyon be kéne térni az étkezésbe, meg a táplálkozásba ehhez. Hát úgy röviden. Röviden, igen. Röviden arra kell odafigyelni, hogy az étkezésünkben legyen elég rost. Az nagyon sokat segít, úgymond, megszabadulni azoktól az anyagoktól, amik nem jók, nem hasznosak. Próbáljuk meg a cukorszintet lecsökkenteni a minimumra, de az se egyből, mert ahogy mondtam, lehetnek ilyen elvonási tüneteink. Másrészt pedig, ha már az én részem a mozgás, a torna, akkor próbáljuk azt is szemmel tartani, hogy azért mozogjunk. Mindig szoktam említeni egy egyszerű példa, mikor megyünk bevásárlóközpontba, mindenki azt keresi, hogy a legközelebb parkoljon. Ezt meg lehet érteni, mert ahogy mondtad, hogy rohanunk, sietünk, nincs bármire időnk, de az egészségünkre időnk kell legyen. És az egy megoldás, egy kicsit távolabb parkolunk, hogy az a pár lépéssel többet tegyünk, és ilyen kis úgy, ahogy mondtam, a kis szokások, amik 10 év alatt összegyűltek és ahhoz a betegséghez vezettek, ugyanígy ilyen enyhe kis szokásokat jó értelemben, pozitív szempontból, ha teszünk, és évek alatt meglátjuk ezeknek a gyümölcsét, ezeknek az eredményét is. Szóval ugyanúgy, ahogy rosszat is tehetünk magunknak, ugyanúgy jót is. Szerintem ezek a legfontosabbak a zsírbevitelre, a cukorbevitelre, a stressz. Ez egy nagyon fontos dolog manapság, és ehhez mondjuk egy kicsit nehezebb, bonyolultabb ezt kezelni, de ezt úgy is lehetne elsősorban, a tanulmányok is bizonyítják, hogy az imádkozás az nagyon jól tesz. Még ha nem is vagyunk annyira vallásosak, ha nem is hiszünk annyira, de maga az a tény, hogy az a pszichológiai óra, hogy valakinek elmondom a problémáimat, kimondom a problémáimat, az nagyon sokat segít, és ez nagyon befolyásolja a vércukorszintet, vérnyomást, és a koleszterin szintet. Maga a stressz. Szóval a mozgás, a torna, az segít ugyanúgy a stressz csökkentésében, a szorongás az megint nem jó, de ami nagyon fontos még, az érzéseinket kezelni. Mert hogyha a bennünk ragadnak bizonyos irigység, harag, ezek ugyanúgy, mint valami, egy rozsda, a szervezetünket tönkre teheti időn, bizonyos időn keresztül, bizonyos időn belül. Így ezek lennének a rövid javaslataim, anélkül, hogy betérnénk részletesebben ezekben a témákban. Még egy utolsó kérdés férne bele a mai adásba. Ugyebár a beszélgetésünket az Amerikai Egyesült Államok statisztikájával indítottuk, és kíváncsi lennék, hogy Romániára mi jellemző ilyen téren? Tehát te mit tapasztalsz a munkád során? Vannak betegek metabolikus szindróma keretein belül? Az országunkban azt vettem észre, mivel volt lehetőségem, voltak olyan pácienseim, akik az ország minden megyéből jöttek, és így láttam, hogy mi van az egész országban. A legtöbben máj problémákkal, de nem gyakoriasság sorrendben, máj problémákkal szenvednek vércukor és vérnyomás. Szóval ezek a leggyakoriabbak, és ez a három már elég ahhoz, hogy egy metabolikus szindrómát képezzen, hogy ezt a diagnózist megkaphassák. Sajnos nagyon sok a zsírbevétel az országunkban, ez egyféle kulturális dolog, és ahogy említve volt, hogy azok az élelmiszerek Amerikában, amik vannak, vagy az a stílus, az a típus, hozzánk is már nagy részben bejutott, azok aztán fejlesztik tovább a vércukorszintet, meg
bizonyos endokrin problémákat, ez elég komoly probléma ez is, hogy ilyen egészségügyi gondokat okoz olyan szempontból, hogy a lányoknál a menstruáció sokkal hamarabb érkezik meg, és ez is az étkezés miatt, ahogy mondtam, a sok cukorbevétel, meg na persze ilyen kifinomított ételek, gyors ételek, bizonyos szerek, meg az állatok kezelve vannak, és igen, nagyon gyakori ez nálunk is már, és nagyon oda kell figyelni, próbáljunk minél természetesebben táplálkozni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma a stúdióba, megosztottad ezeket a dolgokat. Sok információt sűrítettünk össze 50 percbe, de hogy mind fontosak, és remélem, hogy mindannyiunkat tudatosítanak abba az irányba, hogy éljünk egészségesebben, legyen egy jobb életstílusunk, legyenek jobb szokásaink. Úgy legyen. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket. Ma Lukácsú Ábel gyógytornász beszélt nekünk a metabolikus szindrómáról, arról, hogy hogyan alakul ki, milyen tünetei lehetnek, de arról legfőképpen, hogy hogyan gyógyíthatjuk ezt, és hogyan előzhetjük meg. Remélem, hogy önöknek is tetszett a mai beszélgetés. Nekem mindenképp, és örülök, hogy nagyon sok dologgal, sok információval gyarapodhattam meg. Remélem önök is. Amennyiben újra szeretnék nézni ezt a mai beszélgetést, bátorítom önöket, hogy a Facebook oldalunkon kövessenek be és nézzék vissza, vagy a hetednapi adventista egyház Romániai Uniójának a YouTube csatornáján. Sok szeretettel visszavárom önöket a következő adásban is, de mindaddig minden jót és sok egészséget kívánok önöknek. A viszontlátásra!